Sziasztok! Na hát, gondolom már rájöttél, hogyha nem neked szól ez a videó. Úgyhogy akkor kapcsold le és nézzél valamit, keressél valamit, ami neked szól. Lehet, hogy most behallatszik a mosógép hangja, de nem tudom lekapcsolni a mosógépet, mert valaki fürdik a fürdőszobában, és ezért nem tudok bemenni. Ha pedig megvárom, hogy elmenjen ez az illető, akkor pedig egyedül leszek apuval, és akkor be fog nyitogatni egy percenként azon az ajtón, bár lehet, hogy így is. Szóval ezt most azért mondom el, hogy hát ez a nyugati típusú életmód, vagy még tovább menve ez a földi életmód, tehát a játéknak ezen a színterén, amit földbolygónak nevezünk. A játék az alapvetően nem egy élvezetes dolog ezen a színtéren. Nézd, te választottad, hogy ide jöttél, meg én is. Bár lehet, hogy nem ugyanabból a célból, de tök mindegy, itt vagyunk, idézőjelben. Ugyanis csak ez a test, amit mozgatunk, ez van a földbolygón. Mi tökéletes isteni fénylények vagyunk, fény szeretet Isten vagyunk, és tehát nem a játékban vagyunk. Erről sokat lehetne beszélni, különböző nézőpontokból nézve különbözőképpen néz ki. Na, de akkor most térjünk arra rá, hogy tehát valljuk be, hogy azért az idő nagy részében feszült a lelkünk, feszült lelki állapotban van, legalábbis én itt a Kárpát-medencében. Meg hát mondjuk máshova nem is mentem ebben az inkarnációmban, sőt Magyarországon kívülre is csak háromszor. Szóval hát itt eszméletlen ritkán találkoztam olyan emberrel, akiben tényleg egy ilyen teljes béke, teljes nyugalom van, és ilyen kellemes mosollyal és lelki békével tekint a világra, a Matrixra, akkor is, ha éppen egy forgalmi dugóban van, akkor is, ha kiabálnak vele, akkor is, hogyha odakakil a kutyája a szőnyegre, vagy mit tudom én mi, a Alzheimer kóros édesapja 35-szor kérdezi meg tőle egy nap alatt, hogy maga kicsoda, és hogy kerül ide, és mikor mehetek haza, és töttörötörö, és hogy telefonálhatok, meg stb. Hívni akarom a rendőrséget, stb. Na, zárójel bezárva. Tehát csak azért tettem ezt a kis kitérőt, hogy vegyük észre, hogy igenis szükség van arra, hogy mindig megnyugtassuk a lelkünket, és lelki békét, és nyugalmat teremtsünk benne. Ugyanis ezt sokan egyszerűen nem fogják föl. Vagy ha felfogják, akkor olyan dolgokhoz nyúlnak, mint alkohol, cigi, nyugtató, stb. Pedig ugyanúgy megvan ennek a természetes és egészséges módszerek vannak erre, amik ráadásul ingyen vannak, kivéve ha mondjuk megveszel egy könyvet, vagy elvégzel egy tanfolyamot, és ott tanulod meg ezeket a dolgokat, de hát akkor is század, ezred, tízezred annyiba kerülnek, mint amennyit elköltenek sokan cigire, alkoholra, nyugtatókra, pszichiáterekre, stb. Úgyhogy nagyon érdemes ezeket a módszereket megtanulni. Most azt fogom megmutatni, hogy én mit szoktam csinálni. Ez úgy, nem tudom, jött
jött magától, hogy ezt csináljam, kipróbáltam, és nekem nagyon-nagyon bevált. Nem tudom, hogy neked is be fog-e válni. Így kell ezt mondani, hogy be fog-e válni. Na mindegy, de itt most megjegyzem, hogy többen írták Facebookon, hogy nem tudsz helyesen írni, tanuljál meg a helyes írás. Na, akkor üzenném nekik, hogy helyesen tudok írni, sőt úgy is tudok írni, ahogy a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA előírja, ami nem a helyes írás, sőt nem is egy logikus írás, hanem egy szándék, ugye szándékosan, bocsánat megint a negatív kitérőért, de látod, rendszeresen olyan dolgokat írnak nekem, amire válaszolni kell, tisztába kell tenni a dolgokat, mert látod, szükség van rá sajnos. Tehát a Magyar Tudományos Akadémia se nem magyar, se nem tudományos. Ezt nézzél utána, hogyha akarod, hogy is működik, meg miket ad ki a kezéből, stb. Ugye Kazinczy Ferenc is azok közé tartozik, akit ünneplünk és nagynak tartunk, holott rengeteget ártott a magyarságnak, eszméletlen sokat a nyelvújítással, stb. Mindenkit ünneplünk, mi magyarok, aki ártott a magyarságnak. Na, zárójel bezárva. Tehát az nem helyes írás, és nem helyes, és nem is logikus beszéd és írás, ahogy azt tanítják az iskolában. Tehát direkt írok úgy, ahogy írok, és direkt beszélek úgy, ahogy beszélek, nem pedig azért, mert nem tudnám, hogy hogyan kell, és akkor üzenem ezeknek, akik mi folyton írogatnak, hogy tanuljál meg helyesen írni, még nem tudod, hogy hogyan kell, akkor felvilágosítanám őket, hogy ők sem, hogy ők úgy írnak, ahogy nekik mondják, hogy kell. És mindig, amikor ezt a szót használjuk valamire, hogy kell, akkor jusson eszünkbe, hogy egy másik ember által belénk ültetett programot hajtunk végre. Nem a saját akaratunkat, hiszen nincs ilyen, hogy valamit kell. A te döntésed, hogy mit, hogy csinálsz. És hogyha azt szerint csinálod, hogy mások mit mondtak, és mit tanítottak neked az iskolában, és bele se gondolsz abba, hogy logikus-e egyáltalán az, hogy úgy írod, hogy például 25-ét úgy írod, hogy 25 ; E. Hát mi abban a logika? Hát ez olyan, mint hogyha mától én beiktatnám törvénybe, hogy az ablak szót úgy írjátok, hogy hagyjátok ki belőle a B betűt. Ugye? Hát most ez a 25-e, ott kell egy pont, hát különben mást jelent. Na mindegy, és még folytathatnám rengeteg példával, vagy például, mint más valaki mondta, hogy a bölcsőt, meg hát minden szót annyira illogikusan választunk el, hogy pont azzal tűnik el az eredeti értelme, az eredeti jelentése, ami pedig bölcsességet hordozott, és ezáltal fosztották meg a magyarságot az ősi bölcs tudásától. Egyrészt ezáltal. Na, a zárójel bezárva. Akkor térjünk arra rá, hogy nyugalom. Hát ugye, mielőtt megmutatnám ezt a módszert, amivel én azt tapasztaltam, hogy fél perc, egy perc alatt, minthogyha kicserélnék a lelkemet, annyira nyugodtá válik, annyira harmonikussá, annyira teljessé, annyira egészségessé. Azelőtt elmondom, hogy lehet, hogy szükséges ehhez az, hogy már régóta végezzél fénymeditációkat. Majd meg fogod látni, hogy miért. És hát önmagában a meditációk, és azon belül a fénymeditáció nagyon-nagyon hasznos.
Tehát ezt egyszerűen kísérletek is bizonyítják, megváltoztatja a DNS-t. Érted? Tehát Nobel-díjat kapott érte az, aki ezt felfedezte, hogy megváltoztatja a DNS-t, a génállományt, megváltoztatja a meditáció. Szóval nagyon-nagyon komoly hatása van, növeli az intelligenciát, általánosságban nyugodtabbá tesz az intuíciót is, tehát az ilyen, amikor így nem egy bizonyos úton jutsz el egy eredményhez, hanem így hopp, ott vagy már is. Tehát mondjuk nem kéne kiszámolnod, hogy mennyi 5686-szor 11022, hanem így, nem tudod, hogy honnan, de így egyből tudnád. Na, ez az intuíció. Amikor egyszer csak érzed, hogy hoppá, most ne jobbra forduljál, hanem balra, és abban a pillanatban lezuhan egy virágcserép oda, ahova éppen léptél volna jobb oldalra. Na. Tehát alapvetően a meditáció, a jóga, a tai chi, mit mondjak, még rengeteg ilyen módszer van, vagy akár te is kikísérletezhetsz saját magadnak olyan módszereket, hogy, és talán az a legjobb, hogy mi az, ami a lelkedet nyugodtabbá teszi. De vannak gyógynövények is például erre, meg stb. És ez tényleg eszméletlen nagy fontosságú, és mégis legtöbben a sokkal-sokkal drágább és káros alkoholra, cigire, nyugtatókra, stb. Szánják a pénzt. Most ezután nem mondja nekem senki, hogy ez egy gondolkodó faj. Az pedig végképp nem, hogy a teremtés koronája. Ez egy selejtfaj. Nem érdekel, hogy kinek tetszik, kinek nem. Az igazság az fájni szokott a primitív lényeknek. És most én is ebbe beletartozok, mert nekem is egy primitív földi emberi lelkem van most. Na szóval akkor, én mit szoktam csinálni? Elemeire bontva mutatom be. Szóval, két tenyerünket összetesszük. Pontosabban először még csak elképzelem, hogy mit fogok csinálni. Ez 1-2-3 másodperc. És ez nagyon hasznos, mindig, ha mielőtt csinálnánk valamit, elképzeljük. Tehát nem csak így fejest ugrunk bele. Szóval, elképzelem, hogy mit fogok csinálni, utána összeteszem a két tenyeremet a testem előtt, lent, teljesen, tehát nemi szerv előtt, összeteszem, fölhozom lassan, várok egy kicsit, aztán leengedem oldalra. Lehet így is, vagy akár így. Vagy akár így is, tehát a kéztartást azt gyakorolt ki, hogy vagy éppen ahogy akkor éppen jól esik, úgy csináld. Amikor felviszem a kezemet, akkor belélegzek a testembe, a Matrixban, a játékban. Bent tartom, amikor fönt van a kezem, aztán leengedem oldalra a kezemet, és akkor kifújom közben a levegőt, és a belégzés pont eddig tart, a kilégzés pont eddig tart. És minél lassabb, annál jobb. A harmadik dolog, amit ezzel egyidejűleg csinálok, az az, hogy amikor emelem fel a kezemet, ennek a testnek a kezét, akkor elképzelem, és mondom is magamban, hogy fény vagyok, szeretet vagyok.
Amikor pedig leengedem, akkor pedig mondom magamban, és el is képzelem, hogy minden fény, minden szeretet, sőt, egy vagyok ezzel, hiszen ugyanaz vagyok, mint minden. Jó van, szia! És ez adja talán a lényegét, vagy ez a három dolog együttesen, hogy eszméletlen hatékony. Tehát akkor most bemutatnám, bár a nagy része az fizikai szemmel nem látszik. Tehát elképzelem. És amikor lent érintsük szintén össze a tenyerünket, nagyon fontos, hogy bezárjuk a kört, teljes legyen a kör. És mindig az érzésedre figyelj, az érzés a lényeg az egészben, tehát nem a forma, hogy mit csinálunk, milyen hókusz-pókuszt, hanem az érzés, amit érzünk. És tehát kísérletezd ki ezt is, hogy hogyan a jó neked, hogyan a legjobb a számodra, hogyan nyugtat téged legjobban, pontosabban a lelkedet, mert van egy tested, van egy lelked, használsz most egy testet, használsz egy lelket, de te tökéletes isteni fény vagy. Tehát egy tökéletes lény vagy, egy tökéletes, teljes energia vagy, és benned mindig tökéletes nyugalom és béke van. Tehát ezt nem kell elérni, csak ugye amíg valami mással azonosítjuk magunkat, például egy testtel, akkor azt tapasztaljuk, amit az a test érzékel. Ha az a test fázik, akkor úgy érezzük, mintha mi fáznánk. Mert azzal a testtel azonosítjuk magunkat. Érted? Tehát ez olyan dolog, mint hogyha csak az egyik ujjadra figyelsz, mondjuk erre az ujjadra, és ezt az ujjadat belenyomod egy tál jégbe, és csak arra az ujjadra figyelsz, akkor azt megszenvedhetjük, hiszen fázik az az ujjunk, és csak arra figyelünk. De ha közben a másik kezünkre figyelünk, akkor nem is érezzük azt az ujjunkat, amelyik a jégben van. Hogyha valaki a testével azonosítja magát, és annak a testnek fájdalmai vannak, mint például most nekem is ennek a testnek fájdalmai vannak, szinte az egész fáj, 16 éve, 17 éve, folyamatosan, érted, ha erre figyelnék, meg erről beszélnék másoknak, már beleőrültem volna, egy hónap után kinyírtam volna ezt a testet, mert így nem lehet élni. De hogyha másra figyelünk, akkor azt, tehát ahol a figyelem, ott az energia, ott az élet, azt éljük, ugye? Hogyha valaki megy az utcán, és arra figyel, hogy hú, már megint mennyi autó van itt, mennyi ilyen büdös gáz termelnek, stb., akkor neki abban a percben az lesz az élet. A bűz, a kosz, a szenny. Hogyha ugyanaz az ember ugyanebben a percben arra figyel, hogy de szépen süt a nap, hú, milyen szép madarak szállnak fönt, vagy milyen érdekes felhő van ott. Jaj, de jó, hogy bezöldültek a fák, de jó, hogy itt sétálhatok, de jó, hogy van lábam. Sokaknak nincsen lábuk. Szóval,
ugyanez az ember ugyanebben a percben boldog lesz. Az ő számára ebben a percben az lesz az élet, hogy szépen süt a nap, hogy de jó, hogy mozoghatok, járhatok ezzel a testtel, tudom mozgatni, stb. Érted? Ennyitől, érted? Ha ennyit elmondanának általános iskola első osztályba, sokkal boldogabb lenne ez a faj, ez a földi emberiség. És helyette ilyen gyökvonásokat, meg ilyeneket tanulnak, amire semmi szükség nincsen. Gondolkodjál rajta, hogy ez szándékos-e. De mindegy is, hogy szándékos. Az a lényeg, hogy dönthetünk úgy, hogy hasznosan, értelmesen és bölcsen töltjük el az időt. És arra figyelünk, ami előrébb visz, ami pozitív, ami boldogságot okoz, ad. És hát a lelkünket próbáljuk meg minél inkább tisztítani, gyógyítgatni, mert attól függ, hogy milyen lesz a játékunk.